Na üdv mindenkinek, sziasztok, én Turbo vagyok, üdv minden leányzónak, férfinak, kutyának, állatnak, madárnak, mindenkinek a föld nevű bolygón, sziasztok! Na most kacok, hát ez az autónak nagyon durva büdös kipufogó szaga volt, na mindegy, skacok, képzeljétek el, a minap, durván egy olyan 5 napja, fölkeresett engem Elastic, aki esetleg nem tudná, hogy kiről van szó, a régi csapatomból az egyik tag, Elastic, hogy mi lenne, hogyha újra elkezdenék rendesen játszani kompetitívan a Call of Duty 4-jel, úgyhogy én elkezdtem rajta morfondírozni, hogy most akkor ez nekem jó is lenne, vagy nem lenne jó. Világéletemben hiányzott nekem, mióta abbahagytam, kicsit majdnem másfél éve, tehát pont a YouTube-ozásom előtt, nem sokkal, hogy versengjek másokkal. Ugye nagyon sokan írtátok nekem, hogy a viharba tudsz te így játszani, meg ilyenek. Hát, ha menőzésnek veszitek, ha nem, én közel 6 éven keresztül versenyszinten játszottam a koddal, míg a második részsel, míg a negyedikkel. A negyedikkel kicsit sikeresebb volt, már addigra már benőtt a fejem lágya, illetve meg tanultam rendesen játszani. És hát ugye ki is az Elastic, illetve hogy kikkel kezdek el játszani, meg ilyenek. Ugye tudjátok, hogy, már aki tudja, hogy nekem a volt csapatom az úgy állt föl, hogy Elastic, Waltz, Crack, Monty és én. Ez volt a mi beton durva ötösünk, akikkel hát eléggé durván ott voltunk az EU topnak a színe javába, legalábbis én úgy érzem, hogy mi ott azért eléggé durván ott voltunk. És újra ez az ötös állt össze, telibe. Jó, persze, ugye tudom, nagyon sokat hagytam ki, nagyon béna leszek, vagyok, meg ilyenek. Igen, nagyon bénának érzem még magamat, de remélem, hogy egy durván olyan 1-2 hét alatt azért csak vissza tudok rázódni annyira a játékba, hogy ne érezzem magamat izének, valami nagyon béna valakinek. Na mindegy, remélem, hogy ez mindenféleképpen jól fog alakulni. Nagyon szépen köszönöm amúgy utólag is az ismételtes bizodalmat a srácoktól, és nagyon örülök, hogy megint velük tök játszani, meg a kis hülye fejüket, hogy látom, hallom, meg ilyenek, ennek nagyon örülök. Na igen, és akkor felvetődhetne a kérdés. Turbo, ismételten fogsz a LAN-ra járni? Srácok, megbeszéltük, hogy mindenféleképpen szeretnénk, ha nem is a magyar lanokra lejárni, de egy nemzetközire igen. Na most, amit kinéztünk, és elméleti síkon a legközelebbi rendezvény lesz, amin lent leszünk, elméleti síkon, de majd ezt egy kicsit később részletezem, az Horvátországban lesz egy LAN. Pontosan nem tudom, hogy mi a neve, majd esetleg leírom oda a kommentekbe, vagy valahol, mert most így hirtelen nem tudom. Csak Varc említette, hogy arra le kéne menni. Hát igen, de ki a vihar szponzorálná nekünk ezt az egész dolgot? Na hát jelenleg most úgy állunk, hogy meg vagyunk ötem, nekem még nincsen kód 4 CD kulcsom, ezt majd valahogy rendeznem kell, mert ugye hát én azt Magyarországon azt ott hagytam a szobába, és hát valahogy a másfél éves CD kulcsomra nem nagyon emlékszek vissza, úgyhogy na mindegy, lényegtelen, majd szerzem kell egy kód 4 kulcsot, viszont skacok, hogy hogyan tudnám megoldani, hogy lemenjünk erre a rendezvényre. Mert ugye addig még durván van egy olyan, hát, 2,5-3 hónapunk. Na most az időszak alatt azért eléggé rendesen vissza lehet rázódni a játékba. Na most, igen, hogy ki az, aki tudná ezt az egészet támogatni, meg ilyenek. Morfondíroztunk, hogy kik legyenek azok, meg ilyenek, meg hogy egyáltalán van-e értelme most így tök újonnan, úgy, hogy még játszani se bírunk, de komolyan. A srácok játszottak össze-vissza, de hát nem együtt, meg hát nem annyira aktívan, mint régen. Viszont nekem iszonyatosan nagy visszaszokás kell, mert nagyon béna vagyok, basszus. Nagyon béna vagyok. Tehát olyan szinten árnyéka vagyok önmagamnak, mivel iszonyatosan sokat ugye BF4-eztem, sokat akkor single player játékokkal foglalkoztam, meg sokat chase-tem, így elhanyagoltam a COD 4-et. És hiába van arról szó, hogy most jó, hát most így is kod, úgy is kod. Basszus, azért a kodot meg a kod 4 között is van különbség, hiába ugyanaz a szenzível játszom, meg ugyanannyi FPS-sel van különbség. Na mindegy, hogy ebben nekem vissza kell rázódnom. Tehát a csapatnak még semmilyen úgymond friss, hogy mondjam, achievementje nincsen. És hát ez ugye eléggé nehezíti a dolgot, de ha hülyén hangzik, ha nem, Misikex megelőlegezte nekünk ezt az egészet, és eddig úgy néz ki, hogy a Viv Gaming támogatásával ki fogunk tudni jutni erre a horvátlanra.
De hát majd ez majd januárban kiderül, hogy most ez mennyire is igaz, meg hogy ez mennyire fog ez így összejönni. Én mindenféleképpen leszeretnék erre jutni, és egy bival jó eredményt elérni. Úgyhogy én nagyon ráfekszek. Igen, a többieknek jöhet a kérdés, hogy ez a YouTube-os életemre mennyire fog kihatni. Srácok, semennyire. Már csak azért is, mert hogy általában úgy van, hogy három pontot tudunk játszani, hogy két napot nem, két napot igen. És hogy is mondjam el nektek ezt, hát ugye a maradék két napba viszont tudok videókat készíteni. Esetleg annyira feltankolni, hogy ne legyen probléma meg akkor se a videó, amikor éppen ugye játszunk. De hát ugye ez nem most probléma, hanem majd akkor, amikor majd elköltözünk, hiszen jelenleg se tudok nap mint nap videót feltenni nektek. Úgyhogy ja, na mindegy. Én ezt nagyon-nagyon várom, nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy ebből az egészből amúgy mi lesz. De hát én a lehető legpozitívabban állok hozzá a dologhoz, hogy jó eredményt érjünk el, meg hát hogy a srácokkal ismételten játszom. Ennek nagyon-nagyon örülök, hülye fejükkel, végre öljük az összes létező vart. Na szóval srácok, viszont még egy dolog, amire ki szeretnék térni, az, hogy milyen játékok fognak megjelenni a jövőben, és mivel fogok foglalkozni a csatornámon. Ugye tudjátok, hogy a Call of Duty Ghostot nagyon lehortam. Hát meg is van az alapja. Nagyon sokan megköveztetek engem azzal, hogy jaj, Turbo Lab, most még kell erről a játékról így beszélni, ez egy nagyon jó játék. Ez csak az én véleményem volt, hogy rossz. De az meg a ti véleményetek, hogy nem rossz. Tehát erre most nem tudok más mondani, csak ennyit, hogy ez mind az én véleményem volt. Én nekem annyira nem jön be a játék, egy próbát adtam neki, de ennyi volt. Ezt felejts el, hogy ez a Ghost ebből valami lesz. A másik, Battlefield 4. Na most srácok, lehet, hogy az is kompetitív részleg, de hát ez majd kiderül, viszont most néztem, hogy most november 17-én azt hiszem, a Team Dignitas, tehát egy helyi szervezet, ami nagyon nagy múlttal örvend, főleg, hogy a kod2-es időszakukban olyan tetvesű jók voltak, hogy olyan szinten példaképpen volt az egész létező line-upjuk, trainivel az élen, meg ezekkel, hogy ne tudjátok meg. Na mindegy, lényegtem, rendeznek egy Battlefield 4 kupát. Na most az a Battlefield 4 kupa, az a ESUBA-tól elkezdve ugye Team Dignitas, akkor a Magyar Gárdából, ha jól tudom, akkor a Begrip, illetve a Rock is megy, ezúton is sok sikert nekik. Nagyon kemény, kíváncsi leszek amúgy, hogy ebből a BF4-ből mi lesz. Egy biztos, hogy ha nagyon durván beindul a BF4-nek ez a kompetitív részlege, akkor még azért megfordul a fejembe, hogy vagy azzal is, vagy azzal foglalkozni, mert hát ha nagyon durván be fog indulni, ha nagyon durván, akkor azért meggondolandó, hogy évente mész el maximum két lanra, vagy évente mész el mondjuk öt lanra, és mondjuk nem 20 000 forintot nyersz, ha nyersz, hanem mondjuk 200 000 forintot per fő. Értitek? És azért az nem mindegy, hogy mi van. Mert én szeretnék úgy foglalkozni a kompetitív részleggel is, hogy aminek van értelme. Jó, most tudom, itt lehetne mondani, hogy akkor foglalkozz a LOL-lal, meg ilyenekkel. Gyerekek, én világéletemben egy FPS szülött gyermek voltam, first person shooter king voltam világéletemben. Az egy dolog, hogy szeretem a stratégiai játékot, szeretem a League of Legends, ezzel nincsen semmiféle probléma, de én azt nem tudom annyira kompetitívre venni, vagy legalábbis az ismerős köröm nincsen meg hozzá, hogy élvezzem a kompetitív részlegét, értitek? Úgyhogy nekem mindenféleképpen az FPS lesz az, ami nyerő, illetve ide lehetne mondani azt, hogy akkor kezdjek el global offenzívezni. Hát srácok, a Counter-Strike az annyira nem nőtt annyira a szívemhez, inkább az a kod. És ugye hát az utolsó kod rész, ami ilyen kompetitív részleg, az a negyedik rész. Úgyhogy ebbe tudok versengeni, ebbe van meg a csapatom, és ebbe van meg a kellő ambícióm, hogy jó legyek. És miért bámul meg mindenki? Komolyan, miért bámul meg mindenki? Na mindegy, tehát én nagyon-nagyon remélem, hogy ez jó lesz. Na mindegy, mondom, Battlefield 4, majd kiderül, hogy mi lesz belőle. Én szurkolok neki, és majd kiderül, hogy azzal mi lesz. Na, jövőbeli tervek. Ugyanígy a kompetitív részlegről. Skacok. Nem tudom, hogy tudtok erről, de azt hiszem, jövő év márciusában, vagy mikor, vagy február? Hú, ez nem tudom, most kövezetek meg. Meg fog jelenni a Titanfall nevezetű játék. 40 font, azt hiszem, vagy 44 font, mint ugyanannyi, mint a Battlefield 4, ez a lényeg. Ha jól tudom, ugyanúgy a BF4 készítői csinálják. Grafikailag
körülbelül ugyanott van, mint a COD és a Ghost között, valahol, vagy COD és a Ghost és a Battlefield között. Viszont nagyon-nagyon sokan írják arról, hogy azt viszont tényleg erre szánják. Én nem tudom, hogy ez mennyire igaz, meg ilyenek, viszont én mindenféleképpen, hogyha abból majd versenyjáték lesz, én majd ki fogom próbálni. Mondom, én nagyon ráutazok erre a dologra, mert nagyon szeretem az ilyet. Szeretek versengeni, szeretem azt, amikor egy wieldbe lehozok valakit és lekúgynak a kurva anyámba. Én ezt szeretem. Ez egy jó dolog. Nem véletlen lettem jó az FPS világába. Bármint a játékok terén. Mert szerettem mindig is ezt a versengést. Nem a csalás részét, azt utálom, rühellem. Leköpném az összeset, aki ehhez nyúl. De jó ez a versengés, ez a lényeg. Olyan, mint amikor elmész egy foci meccsre, és mit tudom én, legyered az ellenfel. Tök jó érzés. Na nekem ugyanez van, csak én ezt ugye gépen élem át, nem pedig a foci pályán. Úgyhogy nekem ez egy baromi jó dolog. Na szóval ezt a Titanfallt, ezt nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy ezzel mi lesz. Viszont nem tudom, hogy mennyire követtétek régen a csatornámat, de én kiáltottam a The Walking Dead-et az epizód 1-től egészen az 5-ig. Lee és Clementine történetét végtoltam. Nagyon durva kis játéksztori volt. Viszont, skacok, egy tuti. Megláttam, amikor megjelent a 400 Days, hogy le lehet már tölteni Steamről. Hát srácok, azonnal eltöltöttem ki és játszottam nektek, de ez egy nagy kérdőjel volt számomra, hogy ez mi a csöcs volt. Hát megvan a válasz. Season 2 előzetes. Tehát konkrétan ez felvezetője volt a Season 2-nek. Tehát, ugye Lee elméletileg ugye meghalt, de Clementine-nak az életét folytathatjuk, úgyhogy én erre nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy ez mennyire fog összejönni. De hát, amint megjelenik, majd lesznek videók a csatornámon róla, nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy ez mennyire fog úgy működni, ahogy ezt ők kitalálták, és hogy mennyire lesz olyan sikere, mint az előző résznek volt. Na jó van, srácok, viszont nagyon remélem, hogy tetszenek tényleg a videóim, tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a több mint 10 000 feliratkozót, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Viszont én megérkeztem, úgyhogy zabálok egy baromi nagyobb, mert kirukad a gyomrom, úgyhogy én turbó voltam. Remélem ez a 12,5 perc beszélgetés úgymond a semmiről, ez nem vette a kedveteket. Látogassatok el a csatornámon mindenféle dologról, ez csak az én véleményem volt a kompetitív részlegről. Sziasztok!